A török hódoltságkorából megmaradt képi ábrázolásokból, metszetekből tudni, hogy létezik a muzulmán temetőkben egy jellegzetes, turbános kővel ellátott sírkőfajta. Ilyenekből egész temetők voltak, többek között Pécset és Egerben, melyek jelentősebb szandzsák székhelyek voltak. Fontos tudni, hogy ezeket úgy tűnik, hogy a török kiűzése után szisztematikusan számolták, felpusztították el, tehát legalábbis, ha nem is nyilván a temetkezéseket, de a sírjeleket. Budáról maradt fenn egy olyan adat, hogy 1686-ban az első mészégető kemencéket egy török temető mellett létesítették. Tehát a török sírkövek anyagából égették a meszet, tehát nem csoda, hogy eredeti formájába, tehát eredeti temetkezést jelölő sírkőként a mai Magyarországon hát nagyon kevés, vagy talán egyetlen ilyen turbános sírkő sem maradt meg. Viszont régészeti feltárásokból, úgynevezett másodlagos helyzetben, ami azt jelenti, hogy nem az eredeti helyén, hanem hát építőanyagként elhurcolva, azért ismerünk néhány tucatot, szintén az említett jelentősebb településekről. Tolna megyéből 5 településről ismerünk ilyet, jellemzően azokról a helyekről, ahol a törököknek váraik voltak, elsősorban a dunamenti jelentősebb korábbi mezővárosokban, Dunaföldváron, Pakson, Szekszáron és Bátaszéken. Ismertek ilyen sírkövek, a megyéből jelenleg 13 darabot ismerünk. A Dunától beljebb eső területeken pedig egyedül Simontornyán került elő. A most bemutatott kő nem az első, mely Simontornya körzetéből előkerült. A 60-es, 70-es évek kutatásai nyomán kerültek elő hasonló leletek rekonstrukciós munkák során. Simontornya helytörténeti monográfiájából, amit Kis István írt, Simontornya krónikája címe, ismert, hogy, illetve legalábbis ő úgy gondolja, hogy a mai temető utca Simontornyán, amit ma is így hívnak, az éppen egy török temetőről kapta a nevét. Ő leírja, hogy az akkori temető utcai kertekben, ahova ma a Szarvas utca esik egyébként, mert ezeket a kerteket kiosztották házhelynek, hogy ott több turbános sírkő is került elő. Ez egy 1938-as adat, és nyilván még évtizedekkel korábbra megy vissza, tehát a hódoltsághoz időben közelebb vagyunk. Úgyhogy elképzelhető, hogy ez a turbános sírkő, amit most bemutatunk a hónap műtárgyának, ez szintén onnan kerülhetett elő. A követ egyébként, tehát a kő egy friss lelet, azt lehet mondani, tavaly novemberben, tehát alig 2 hónappal ezelőtt találtuk meg, egy teljesen más irányú, jellegű régészeti kutatás során. A vártól 50 méterre végeztünk megelőző feltárást egy építendő ház helyén, és jelentős mélységben, 2,5 méter mélyen megtaláltuk a törökkori, kuruckori palánk falat, ami körülvette a várat, amiről vannak korabeli leírások, törökkori leírások is, illetve több kuruckori olyan feljegyzés, utasítás van, amikor a kuruc dunántúli főkapitány utasítja a simontornyai vár parancsnokát, hogy a palánkot tartsa rendbe, a cölöpöket ne húzzák ki, fűzfafeszőt gyűjtsenek a palánkfal fonásához, megerősítéséhez. És ezt a követ is úgy találtuk meg egy leégett cölöp tövében, tehát úgy tűnik, mintha oda támasztották volna, ez egy mocsaras terület a sió közelsége miatt, és hát úgy tűnik, hogy az oszlopáról letörték ezt a nagyobb fejet, és behajtották a mocsárba, ahol egy kicsit ilyen szürkére színeződött, de még így is jól látható rajta, hogy egykor fehér, ilyen mész-szerű anyag, mésztej vagy meszelés van rajta, a képzelt közép vonalától lejjebb, ami arra utal, ugye, hogy föntről, ahogy kapta az esőt, az valószínűleg lemoshatta, alul a rejtettebb zukokba viszont megmaradt ez a rész. És hát a mérete alapján valószínűsíthető, hogy azért egy jelentősebb személy, tehát nem egy sima török sírján lehetett. Mert hogy, mondja K. Németh András, a turbán mérete pont úgy jelzésértékű volt, mint mondjuk a sárt közben a viselet. Aki ismerte, tudhatta, hogy az illető milyen rangú volt. A korabeli turbán viseletet bizonyos előírások szabályozták, tehát a színe, formája és leginkább a mérete az jelezte a viselőjének a társadalmi súlyát is. Sajnos Magyarországon nincs ennek a
ennek a régészeti lelettípusnak, tehát a turbános sírköveknek egy összefoglaló cikke vagy monográfiája, ahol ennek utána lehetne nézni. De az látható, tehát például Egerbe kerültek elő kisméretű sírkövek, amit gyereksírköveknek tartanak. Tehát ebbe a korba is megvan ez, ugye, hogy a gyerekek kisebb sírkövet kapnak, hogy a néprajzi anyagban is, hogy a fejfáról le lehet olvasni a nemet, kort, társadalmi státuszt. A turbános sírkő szokása ugye egyértelműen az oszmán népességhez vagy birodalomhoz, és ezáltal a muzulmán valláshoz köthető. Az oszmán sírjelölésnek szokása, hogy nem csak a fejhez, hanem a lábhoz is tesznek egyébként követ, és a fej körül korábban úgynevezett antropomorf, tehát ember alakú sírköveket állítottak, aminek rendesen feje, lába, törzse is volt, és valószínűleg ebből alakulhatott ki ez a leegyszerűsített turbán alakú sírkő. És hát ugye, mint ilyen, ugye a magyarországi hódoltság az oszmán birodalom legnyugatibb kiterjedése, tehát Magyarországon is csak azokon a területeken került elő, vagy várható ezeknek az előkerülése, ahol jelentősebb törökkori, elsősorban mohamedán népesség volt. Hát ez jó néhány tucat várat jelent tulajdonképpen, ahol katonai és polgári katonaság tartózkodott. Országosan legfeljebb 100-200 ilyen emlék maradhatott meg.